confirmed that several nuclear warheads have detonated across the continent. Prepare as the world braces for the inevitable retaliation to the... Both the United States and Soviet Union have called for a ceasefire just days after the... Left to pick up the pieces. Great swathes of land across Eurasia, most heavily affected by the fallout from the nuclear... ...to vote by the Union of Allied Nations to ensure a conflict of this scale will never happen again. Range flesh-like vines. Group calling themselves a Tempest Dynasty have claimed responsibility for... More often in highly irradiated zones seem to be emerging from the Earth. It's too perfectly coarse, like it wanted to be this shape. I think it was built for the Tempest, or maybe the other way around. Is there a way in? Well, it appears to be laid out like a ziggurat. Show me. Uh-huh. Oh, yes. Yes, follow me. Inform the boy. You'll want to know about this. Sziasztok! Ez itt a Tempest Risingnak a második demója, már igazából a harmadik, mert volt egy frissítése az elsőnek, de ez most az új verziója, és akkor én most ki is próbálom, hogy milyen. Ugye az előzőt is megnéztem, és erre is kíváncsi vagyok. Ezt a videót már nagyjából láttuk, talán nagyon kevés különbség volt a régihez képest. Szerintem jobb állításokkal játszom, vagy rögzítek, szóval fel tudom venni. Ó, kontrollerről is lehet játszani. Ja nem, az Controls? Jó, bocsánat. Van egy Classic Mouse Control, szóval rendes CNC régi irányítása. Meg is nézem, hogy milyen, ha már itt van. Na, kampány. Választhatok a Global Defense Force és a Tempest Dynasty. Én akkor kezdem a GDF-fel. És... Hát, legyen egy hard, azért nem akarok vért húgyozni. Most este. Commander, still in 1B. Nice work. But we're not done here yet. Stand by. I'm patching you through to R&D. Dr. Francis wants a word with you. Dr. Francis, this is the one I told you about. Annyitok nagyon sok mindent javítottak a fejlesztők. Just a second, Colonel. Ah, good. You're the one operating near Flotchasienov, right? Anything and everything related to Tempest research goes through my team. And Iceland has Tempest in abundance. We have over 24 harvesting jobs over there. And evidently the small military presence the Council deemed to allot us isn't anywhere near enough. The Dynasty wants the Tempest.
I need you to keep them off our harvesters. I think you can do that? Hmm? Winter Bet Tempest, sure. First time working in the field with it? Vines are usually what catches the eye first, but it's the pods that are the highest interest. The fluid inside carries an incredible potential for energy conversion. Clean and extremely efficient. Power that grows on trees. Far too hyperbolic for my taste, but you get the picture. I know Carmen and Writhing, the Tempest looks downright nightmarish, but we found it favors areas of high fallout saturation for a reason. As it spreads, the radiation readings go down. Still, we have a lot yet to learn. I have biologists working on its cellular structure. The interesting thing is, it looks like a plant, but it's not. It's not even eukaryotic. Our harvester is extracting and carry it back to the refinery for processing, and is added to your credits. The refinery can only store so much, but you can use silos to store the excess. Harvesters are shielded to prevent the buildup of Tempest charge, but take care of how you position your other vehicles. A charge plays havoc with electronics, and most vehicles aren't graded for proximity to the Tempest. The Dynasty does things a little different. Instead of a refinery, they use those huge mobile rigs. For the most part, the juice is used as an energy source. It's combustible, but the easiest and safest way to harness the energy is with simple electrodes. You don't have to worry about that, though. The Tempest you harvest is accumulated as credits, which you can then use to construct a base and build your fortune. The way the Tempest interferes with unshielded tech, it also shows potential for use on the battlefield, with charged imbued shells. We're currently field testing these. Before research was suspended, prior evidence indicates that no part of the Tempest formation is edible. Super, nincs sok kérdésem. Take care of my techies out there, if you'll excuse me. Colonel. Commander, I'm sending your troops to reinforce a base that just went dark. Push the Dynasty out, repair the base, and get our refineries back online. If the Dynasty are here for our Tempest, harvest as much as you can before they can take it. The nest has been kicked. Let's see what comes crawling out. Na nézzük. Töltsé. Oda most tölt. Ja nem. Ja bocsánat, nem, én rám várom. Szóval itt van, hogy milyen doktrinákat lehet használni. Kettő pontot használtok el. Aha, szóval lehet így személyre szabni a dolgokat, az jó. Aha. Több élete van a légi egységeimnek. Vagy Garrisonba lehet bombázni. Nem teljesen tudom micsoda. De szerintem gyalogosok ellen jó. Ez meg rögtön nagyobb fejlettséget ad az egységeknek. Ez elég jó lehet, nem tudom, hogy mennyire erős itt a veterán szint. De 2500-an van, szóval vagy ezt választom. És semmi más, vagy kettőt ezekből. Na bevállalom ezt. Ne, nem, jó lesz az a bombázás, bombázni akarok. És akkor... Equip. Mi? Miért, hogy nem? Itt csak két slotom van, aha! Értem, aha. Meg van, hogy hány slotot használtok. Az jó, hogy így felajánlja, csak nem is tehetem be. Nem tudom ebben a játékban mit csinál az Intel. De... Oly gyorsabb épület. Építkezés, és több pért tudom eladni, mint amúgy. Ez meg növeli a... egységeknek a hatékonyságát nagyobb távolságra, ezt a kettőt veszem meg. Na nézzük. Szerintem deploy.
Ott van Hungary. A GDF base is under attack. You'll be commanding the reinforcements. Reach and recapture the base before it falls. Once harvesting operations are back online, protect your harvesters as they gather. Oh, it's a CNC feeling. The Dynasty are establishing bases in GDF-held zones to take our Tempest. They are to be denied. Nagyon CNC feelingje van. Július 18-ai build, ez mai. 14 óra 54-kor csináltál. Nagyon friss. De csak demo. Természetesen a kívánság listámon van, szóval meg fogom venni. Ha csak nem 30-ért árulják, akkor nem. 10 és 20 között azért, igen. Ez az. Nagyon jó lesz. A balegér gombra van rakva. Én magam raktam át az előbb. Nem tudod elütni? Hú, mondjuk lehet, hogy nem jó, ha a balegér gombra rakom, hogyha... Mi ez? Suppression stunt energy infantry AOL second. Nem tudom melyik a suppression unload AX. Át kell vennem izéről. Nem tudok kattintani, ha balegér gombra van rakva az irányítás. Nem tudok gyorsan. Várjál. Pont fordítva van a... bassz, várjál. Amint hogyha pont fordítva van az irányítás, én a Generalsban volt egy ilyen irányítás, még a Generals 2-ben, amit nagyon jól elsajátítottam, és szerintem pont fordítva van ott a Invert Rock Score, ez lesz az szerintem. Aha. Szerintem ez lesz. Ó! Aha! Ez az egység, ez nem lesz jó. Use marking round. Generate intel. Hoppá! Meg lehet jelölni ellenfelet, és akkor... Ajaj, hogyan tolatsz? F-fel. Nem, az a patrol. Hogyan tolatsz? Amúgy ez megy most, tudtam, vagy ez nagyon hallatszódott, hogy Frank Lepaki. De nem mertem azért mondani, mert a többi is biztos hasonló. Viszont akkor még én bejövök ide, mert szeretném tudni, hogy hogyan lehet tolatni. Lehet, hogy nem lehet így. Vagy nincs itt. Nem baj. Guard D. Nem tudom, ez a területet védi, és azért... Nem tudom. Viszont tök jó, hogy már rögtön benne van az, hogy fordított egérirányítás, ez sokat segít amúgy.
mi ez az Intel? Intel-re lehet használni valami képességet? Ugye ebben most vannak egységei. Hoppá! Ja, hogy azt írja, hogy most vegyem ki őket, aha! Ha? 5 miért nem tudom kihívni? Ja, hogy meg már mindegyikből kijöttek, aha! Értem! Szóval ez nem olyan NPC, ami... Hoppá! Az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy lehet-e például ilyen sorba állítani őket. Ez valami más mechanika, mint amit gondolok, ez a MAC megjelölés mechanika. Na nézzük! Lefélem parakkom nincs. Constructing. Jó. És amúgy lehet, hogy ez is mehetne. Gyorsan. Construction complete. Végül. És akkor tudok több harvestet legyártani. Majd beacon kell aktiválnom, szóval... Aha. Nincs pénz. Hogyan lehet beacon-t aktiválni? Jaj, várj, ez enemy! Basszus. Oha, milyen jó kis Tiberian szános turret. Jaj, de cuki. Ez a fal is olyan Tiberian szános, ez nagyon cuki. Nagyon tetszik. Na nézzük, Harvesterből nyomunk egy pána. Megnézzük, hogy hát ha javult a mesterséges intelligenciája. Some larger Tevis fields in the area. I'm linking you up with a support beacon. Use it to build up structures away from your base. Secure the Tevis before the dynasty can. Jó. Use the support beacon to... Nem tudom, hogy ez mik amúgy, tehát... What do you need me? Roger. Support beacon. Nem ott lesz. Á, megvan, itt van. Pick up crates located. Acquire crates for immediate credit influx. On it. Keep an eye out. Insufficient. Need a weak hint. Igen, ez megvan. Suppression system. Jó, szerintem most már van elég, hogy... Kezdjek majd ilyeneket gyertel. Insufficient funds. Aha, és akkor messzebbről tudnak lőni, ha megvan jelölve. Ez ilyen volt a... Hú! A Red Alert 3-ban... Az az I betű? Hú, de messze van. Az, hogy egy pár gombot majd el fogok állítani. Ha a scroll speed az nagyon lassú, azt azért állítom. Keyboard score. Nem, ez nekem ezek a scroll speedje kell. És a drag scroll speed az egész jó, de megnézem, hogy lehet, hogy ez jobb. Aha. Lehet, hogy ez jobb. Gyorsabban tudok
csinálni dolgokat. Jó. Ilyet, és akkor csinálom még egy refinerit, ami nem lehet csak úgy akárhova. Nem megvan szabva, hogy hova. Miért nem lehet? Miért nem tudok többet? Ezében jól állunk? Semmit nem tudok építeni. Tehát most csak az a feladat, hogy pénzt gyűjtsünk. Igen. Tehát ki kell bírni addig. Hát tehát lehet, hogy érzékeny. Nem ez jó. Ez vendő vissza, így mégis csak jobban. Elvesztettem még az egységet. Unit ready. Nem ide se tudok. Network, nézzük, support beacon. Support beacon. Aha, messzire lehet építkezni ebben. De hogy... mi nem tudok amúgy se... Na most ezt épp tudok építeni. Hát elfogyott a Tempest, aha. Annyira jó, hogy ilyen... Generals 2-es feelingje van egy csomó mindennek. Azt nagyon szerettem. Tehát így az egységek... mozgása meg ilyenek. Szerintem tök jó. Commander, the satellite uplink grants access to upgrades for some structures. Select a structure to view available build pods. Ilyen kiegészítők vannak, mint a Tiberian számba, vagy unit micsoda? Ready. Meg a CNC 3-ba is volt. Unit lost. Mi? Várjál! Basszus. Ajaj, ez nem a leghatékonyabb. Csak megpróbálom visszaállítani balegén gombra. Most lehet, hogy egy csomószor videm elé fogok kattintani, de... kellenének gyalogosok. Simák ráadásul. Jaj, ez nem jó. Unit ready. Stores are open. Your order, loud and clear command. Receiving. Unit ready. Csak ugye most megint nincs pénzem, amilyen? Unit ready. Rájött van. On your command. Ah, már még kattintok így. Understood. Infantry, affirmative. Move out. Standing by. Unit ready. Kicsit el vagyok szokva a stratégiai játékoktól. Hoppá! Az ilyen jellegűektől is. Ajaj! Ajaj! Ez egy kicsit nagyobb batak. De most tényleg, miért nem tudok ide építeni? Mi, azt írja, hogy csinálják egy... Unit ready. Sehova nem tudok építeni. Unit ready. Pedig elvileg az a beacon az arra való. Unit ready. De ilyet sem tudok ledobni. Primary objective accomplished. Silos. Na most. Tehát ez egy idő után... Ja, kilőtték lehet.
Use destroy dynasty silo. Aha. Mérnökökkel valamit ilyen tornyokat lehet lerakni a területre. Construction complete. Tevét be. Unit ready. Constructing. Adnak területet a épületek? Úgy látom, hogy adnak. Jó, ez jó dolog. Unit ready. Construction complete. Jó, szatelit van, vehicle van, barak, refinery, jó. Unit ready. Our base is under attack. Training. Our base is under attack. És ti mit tudsz lerakni? Repair, capture, deploy guard tower. És miért nem tudja lerakni? Meg azt csak odaengedi, aha. Nem tudom miért. Hoppá. Túl sok pénzem van. Training. Na, túl sok pénz. Költsük el. Constructing. Unit ready. Nope. Tudsz javítani közben? Unit ready. Aha, ezek tudnak javítani. Mérnökök. Construction complete. Na és most hova lett itt a... Secondary objective accomplished. Jó, ez nagyon jó. Constructing. Construction complete. Jó, a többi jármű az meg itt fog maradni védekezni. Unit ready. Lehet, hogy gyorsabb habba beküldöm azt a lányi. Jaj, már nem nyomtam. Csak jó, hogy ezt a kis lyukat exploitolják van. Na jó, akkor... Én ezt körbenézve. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit ready. Constructing. A védelmet azért megpróbálok építeni. Aja, ti gyertek. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Constructing. Unit ready. Ú, ezzel nagyon könnyen lehet terjeszkedni. Ebből a kasztor, úgy látom. Unit lost. Our base is under attack. Unit ready. Our base is under attack. Látom. Na most mit történik? Engineers can repair vehicles, disarm mines, and construct guard towers. They can also capture enemy structures. Train an engineer and capture the Tempest rig to deny dynasty harvesting. Ready for required. Unit ready. Constructing. One of the pins on my. Stay back.
Hol megy a harvesterem? Ó, oh, tipikus! Tipikus, nézek, hol megy a harvesterem! Hova megy? Nem találtál jó picét, Tempest mezőt? Nem találnak. Megpróbálom a... Hát az kidövik, szupi. Oh, meg lett. Helyes. Gondolom itt is ez sebzi a gyalogosaimat ez a mező. Nem tudom. Akarok mit egy... Ilyet? Nincs energiám. Hoppá. Mi kell ahhoz, hogy legyen energiám? Powerplant. Ó, oh, passz, ez hülyeség volt. Most már igazán megcsináltam volna. Járművet teszi tönkre a Tempest, nem az ember? Vagy nem tudom. Uh-huh. Akkor itt ilyen van valami régi csapásom. Az egyes squadból nem sok minden marad. Hallod? Maradjál azért... Basszus, nem? Position G, aha. Hoppá! Hogy fogom megcsinálni? Unit lost. Additional silos required. Még mindig itt túl sok pénzem van. Constructing. Unit ready. De még mindig nincs elég energiám, mi? Nem is látom, hogy hol... Ja, itt pont annyi...
Inkább energiát, nehogy kifogylom, akkor lassan lesz a gyártás. Unit ready. Túlságosan beküldöm azokat az egységeket. Meg lenne ideig. Unit ready. Nem tudom, hogy... hogy hogyan lehetne... csinálni ilyen bombázást. Melyik a barak? Ez. Jó, ezt meg visszaállítom, hogy ez ne oda küldje, hanem maradjon itt, mert ha itt megtámadnak, akkor muszáj maradjon védelem. Jó. Na most... szerintem elég jó leszek. Hopp, most elküldtem véletlen. Messzire őket. És már fogy a pénzem is legalább. Használom el. Tehát elég egységet gyártok, hogy amennyi rendelkezésemre áll, és nem égettem el a pénzt. Fölöslegesen. Meg kéne ilyen kocsi, hogy bejelölje az ellent nekem. Ma. Szép lassan egyesével jönnek most már, szerencsére. Jó, most már ez markeres. Most már nagyobbat fognak lőni messzebbről. Na, azt pusztítsuk el a... egy kis atak be, amennyire csak lehet. Honnan van ennyi egységet? Nem fogy el a pénzem, szóval jól állom. Nem volt olyan egyszerű, de teljesen vállalható nehézség volt. Rá kellett itt jönni egy-kettő dologra, ahogy hogy működik, de utána nem volt gond. Thank you for... megnyílt egy ilyen... ablak, ahol értékeltem, majd fogom. De most megnézem a dinasztiát. Ez egy totál C&T. Még mindig. És ez nagyon jó. Welcome back, General. Command is pleased with your work. The Tempest you harvested will go a long way to fueling our cause. If you're going to be out there on the front lines,
You should know more about it. The Tempest is more than a resource. That's how GDF sees it. But they are short-sighted. It is true power for everyone. Power that anyone can have. It came to us in our time of need. That's what our dynasty was founded upon. The Tempest is the birthright of our dynasty. The radiation that saturates our lands after the Great War makes it the perfect environment for the vines to grow. They start underground in the upper crust, growing straight out of solid rock. But our scientists have yet to find a termination point. It's not like the vines are all connected somewhere. They just start growing. It's as if the seeds were there all along, and the fallout was all they needed to grow. But that doesn't make sense. The Tempest grows even where there is no radiation, just at a significantly reduced rate. 10 years in, and even with everything we can do with it, we still have so many unanswered questions. Szóval csak úgy nő. Nem tudják, hogy miért, de van. Energy is money. It came to us. It grows on our land from our irradiated soil, cleansing it and providing us with clean energy with which to rebuild. The people almost energia. Lost everything to that fool's war. Amit but ad. We were blessed with this one gift. The GDF machine hungers for more fuel as it continues to expand across the globe. While the biologists are all squabbling over how to classify the organism, if it can even be called that, it's the pod juice you need to know about. The fluid inside possesses what should be impossible qualities. The quantity of energy it somehow stores is astonishing. That's why you see the electric charges around the vines. And while you don't want to drive unshielded vehicles through Tempest patches, we've mostly converted to Tempest power across the board. And I've heard the R&D teams are working on all sorts of fun stuff. I'll keep you posted, shall I? Understood. No, let's get you back out there. Got something a little different for you, General. A naval GDF task force is a little off course. They seem to have gotten lost in the Black Sea and ended up deep in Dynasty territory. I suppose that's what happens when their scopes can't find half of our bases. That being said, they've brought enough firepower to establish a small foothold. If I may make a recommendation, perhaps you should give them a map when you turn them out of our base. Good luck, General. Na nézzük. Hát lehet, hogy megint beszélgetünk valaki a doktrína. Itt is lehet, hogy gyorsabban újra termelődnek. Ah, és akkor itt lehet mi? Olcsóbb fenntartani az energiát. Nő az egységeknek, az embereknek a élete, az jó. Ez kisebb damage-et ad az egységeknek, szuper. Júj, ez a térkép, ez nagyon CNC-95-ös. GDF naval sortie have captured one of our bases by the Black Sea. A VIP stationed at this base. Nagyon CNCS. Information worth mounting a rescue mission. Reclaim the base and the Tempest and secure the VIP. Kíváncsi, hogy itt már szenék lesznek. GDF intel at least, but if it is of no value to the dynasty, you are authorized to deal with our VIP yourself. Jó, VIP. Jó,
játsszuk ki ezt a homokkorra. Radar Potex. Oh. They've placed anti-tank mines on the bridge. If you cover us, we can disarm them. What have we got? Ők tudják, hogy én kiszedni a... Ja nem ők. General, Fizia has intel on an informant who was stationed here when GDF attacked. We cannot allow GDF to take him. Reclaim the base and secure the VIP. General. Ja, egy automatán megkiugrana. Hú, ránk szoroz, jó. Oké. Szóval ezek a mérnökök kellenek majd hozzá. Vajon nézem meg a... Nem ugyanazok a zenék. De mondjuk beolájt, hogy az missziótól függő, hogy milyen zene jön be. Z, kapcsolod majd kiszabban. Aha. Ennek nincs passzívja. Ennek sincs partjai. Ezt meg el kell kerülnöm járművel. A salvage van was captured around here. Looks like it may have been taken south. It could be valuable to keep our tanks in working order. Of course. Bring it down. Blow it up. Basszus. Basszus, az embereim meghaltak mielőtt. De nem biztos, hogy meg lesz így. Az embereim elég csúnyán megmutálódtak. Pont a tankomokat jól megjavítottam, szóval... For increased repair range and build radius. Salvage over there on the road. Waste not. Of course. Hát nem tudom, hogy jó deal volt-e az összes egységemet, gyalogosomat elveszteni ezért, de majd kiderül. Ugye ennek még nincs energiája, de... Nem is működik. Menjen, ne már, ne menjen oda, basszus! Ne, elvesztettem. Ezzel nagyon sokra mentem most. Az épülete.
gyalogosokra nem hat, és ezek gyalogosok, és gyalogosok ellen nem vagyok felkészülve. Hát az egy kis időt hagy nekem, hogy meggyógyítsam ezeket, de ennyi. Hát... Csak fussatok oda! Ez nem tud sprintelni. Hát ez... Restart? Nagyon nem jött ki jól a... lépés. Csomó gyalogost elvesztettem őt. Bónusz küldetést ott most ne szarom, mert az előbb az volt az, ami kinyiratott. Gyalogosok nagyon szeretnek egybe menni, ami kellemetlenné teszi. Azt nem értem, hogy hova mennek ezek az egységek előre. Tehát, hogy így... Nincsen valami gomba, amivel szét lehet szórni őket, hogy... ne álljanak egybe. CNC játékokban szokott lenni. Ilyen... gyors oszolygón. Controls és... Command. Patrol, Units Command. Jó, itt nincs. Building nem. Selection. Hát itt nincsen. Autofocus. Szoftver kurzor. Itt nem látom. Nem kell nekem statisztika. Grafikán is jól futam úgy, szóval... gyorsan javítsátok, aztán utána megyünk tovább. Nem tudok tovább menni. Akkor nem erre kell jönni. Aha. Csak erre kell jönni. VIP sighted. Ajaj. Tök jó, hogy az állatvezető alatt elkezdenek harcolni.
Jó, és akkor most a... El kell foglalnom azt az üzét. Oké. Okay. Remélem, hogy túléri még ideje. Kapok egységeket. Akkor ezt a mezőt majd szépen. Nem ide akarod, hogy de oda. Now, construct the machine shop near a power plant and we can put distribution mode to work. Bring it down. Blow it up. Technician. Loading. Come in, General. Taking possession. Construction complete. Aha, ez olyan utólag lerakós. Nem előre. Kicsit olyan kevert, mint a Red Alert 3 volt. Yes, fully charged. With this power, all production buildings go into overdrive. Az igen. However, it comes with small fire risk. Aha. És ez azt jelenti, hogy nagyon begyorsul a cég, csak gyártás. Csak lehet, hogy fel robbannak a dolgok. Az ilyen juris gyűjtögetés. Ilyen Z betű. Na nézzük tehát. Radar Station-t kell csinálnom, az a küldetés. Az most megvan. We've traced the VIP to a GDF stronghold in the south. It looks like they're preparing to evacuate. We can't lose the informant. Nincs mérnököm már. Szóval ezt meg kell várni, hogy gyártódjon. Vagy nem tudok gyártani védelmet. Aha. Constructing. Cancelled. Nem mondjuk, de hogyha csinálok még egyet. Unit ready. Unit ready. Most már ugye egész jól jön a pénz megint. Meg ugye a gyalogosokra tettem erősítést a indulásnál. Constructing.
Unit ready. General, I'll get it up and running. Nem tudod oda menni? Hú, messze van. Construction complete. Unit lost. A pár tankot ide nem megvédenem. Population full. Te várjál, van population limit? Van. Ott fönn. Na várjál, akkor kicsit visszaveszek ezekből. Unit ready. Unit on hold. On hold. Training. 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 Unit ready. Na, így. És akkor szerintem lassan elindulhatok. Na most már majd a védelem az épül. Ja. Úgyis ide kell majd hamarosan. Költöznöm. Jó. Unit ready. És on hold. Ebből kettőt legyártok. Unit ready. Unit ready. Launching. Unit ready. Hát lehet, hogy nem kell. Elég lesz, fogom is. Unit ready. Rögtön kevesebb lett a pénzem. GDF has stolen our research from the properties of the Tempest. Destroy the data core to deny them access to our data. Insufficient fund, our Tempest rig is under attack. Hol támadnak? Oh. Our Tempest rig. Insufficient funds. Van mérnököm, vagy? Our Tempest rig is under attack. Unit lost. Insufficient funds. Hol találom meg? Ez mérnök. Szerintem a pont akkor sétál be. Akkor miénk lesz a harveszterja. Nem lehet miénk az az épület, de szép lehet lőni.
training. Unit ready. Unit lost. Uh-huh. Floating. Blow it up. Oh, this. Her name is Pointy. Light it up. Unit ready. It's a kicsit, lassult volna a pénzbevételem, vagy nem tudom. Ezt... Unit lost. Unit ready. Nem, ez, nem ezt akarom. Unit ready. Hanem oda küldeni csak. Nem olyan egyszerű. Mi? A francokat. Ah, pirosban nem lehet küldeni. Pedig pénzem van, de miért, miért áll a építkezés? Valamit kidőttek? Nincs áramom, basszus! Ó, oh, basszus, hát szóljál, azért nem. Mondom, nézem, hogy van egy csomó pénzem, de... Mégsem jönnek az egysége. Miért? Construction complete. Constructing. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Az érdekes, hogy ilyenkor nem jönnek annyira az egységek. De hogy az se, amihez nem kell energia. Az se nagyon. Na most már jönnek az egységek. Szépen el van. Nem? Mert nem beküldtem őket. Melyik? Ja, itt lán. Lost.
ready. Our harvester unit lost. Unit ready. Valószínűleg az a harvester az, ami kapja az éve. Authorization for the mine drop support. Unit ready. Fire. Ezeket dobnom egy mine. Nem? Bring it down. Blow it up. Emergency evac protocol. Let's move. Próbáljam neki. Hát ez a pár egység elég. Ennyi, meg lett. Lehet, ugye az elején újra kellett kezdenem. Nem volt talán nehezebb küldetés. Kis graf. Az energiám fogyott el egy idő után. Nos, hát ennyi lett volna akkor a demo, hát így is egy több mint egy órás, szóval hardon. Szóval ez szerintem úgy egész jó kis demo, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a játék. Még mindig nagyon várom, és nagyon szeretném, hogy megérkezzen. Ez egy full CNC, szóval, hogyha szeretted azt, akkor CNC 3-as, Redelt 3-at, akkor Tiberian Sun. Ilyeneket akkor ez is szerintem tetszeni fog. Én megköszönöm nektek a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok, hello.